Na, rendre utasítom, világosan beszéltem? Világosan beszéltem? Világosan beszéltem? Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, a Comment 20-er, de nem biztos, hogy ez a neve, mert lehet, hogy teljesen más neve lesz. Egyúttal fontos azt is leszögeznünk, hogy igyekszünk nem egymást szavába vágni, ezt megígértük egymásnak Bencével valamikor régen, amire egyikünk sem emlékszik, hogy mikor ígértük meg, de így volt. Hát szerintem egyikünk megpróbálta erre megkérni a másikunkat, de a másikunk a szavába vágott, és azért nem tudta befejezni. Hogy... Szóval, hogy milyen című műsorba ülünk itt szerinted? Comment 20-er elméletileg, de volt egy olyan verzió, hogy ez a Két Farok nevű véleményműsor lesz a Kutyapártnak, ami szándékosan egy teljes mértékben ilyen nemi identitásra alapító név lett volna, tekintve, hogy két férfi műsorvezető esetében működik, csak egyébként egy elég közhelyes vonal, úgyhogy ez az én ötletem volt, de canceleltem. Én körülbelül csak úgy fogalmaznám meg ennek a beszélgetésnek, vagy podcastnek is a origin sztoriát, hogy az lehet, hogy majd egyszer a Földnek elfogynak a kőolajkészletei, de hogy amiben biztos nem fog kifogyni ez a Föld, azok a fehér, hetero férfiak, akik elég szellemesnek gondolják magukat ahhoz, hogy podcasteket indítsanak. De hogy ez nem podcast, mert van videó is, nem? Vagy ez videó is, ilyen? Ezért öltöztünk ki. Podcast szakos hallgatóinkat megkérjük, hogy kommentben egyrészt szavazzanak a műsor névre, vagy találjanak ki újat, másrészt pedig... Leginkább, mert hogy nem fogunk szavazást kiírni, hogy mi legyen a műsor neve, úgyhogy úgy szavazzanak, hogy kommentben szavazzanak. De, elnézést, így szabadba vágok. Akkor mi is ez tulajdonképpen, na most itt az történik, hogy nekünk a Bencével igazából elegünk lett az aktivistákból, tehát a Kutyapárt túl aktív. Tehát ez a tettek, meg a cselekedetek, meg úgy az egész. Ja, az ilyen... mindig nem beszélünk róla, hanem na, igen, de ez az alapelve a Kétfarú Kutyapártnak, hogy nem beszélünk, hanem először cselekszünk, és utána ugatunk. Na most mi ez így azért történik, amit most láttok per hallottok, mert úgy véltük, hogy így elég az aktivisták rémuralmából a Kutyapártban, mi először igenis ugatni fogunk. Méghozzá klasszikusan, feltehetően már kicsi unalmas múlfajban, de mi megújítjuk természetesen. Ez a hír kommentátor, tehát ez a Comment 20-er név is innen jött föl, hogy híreket fogunk kommentálni. Az, hogy ez hivatalos kutyapártos véleményeket hallottok-e, azt lebegtetjük, tehát azt majd egyszer megmondjuk. Nem tudjuk, hogy a mai adásban, vagy a következő adásban. Ja, lehet, hogy ilyen diszklémert lehetne rakni a műsorok elé, hogy a műsorban elhangzott véleményekkel... Nem tudjuk, hogy egyetértünk. Csak nem tudjuk még. Később nyilatkozunk arról, hogy egyetértünk-e elhangzott véleményekkel. Én ezt így oldanám meg. Hogy ez miért kutyapártos cucc? Én Terdik Roland vagyok, a Kutyapárt egyik alapító tagja, illetőleg jelen pillanatban kommunikációs vezetője, sajtósa és egyéb dolgokat is kivitelezek, Bence pedig több videónkban is szerepelt, a száguló riporterünk tulajdonképpen, és még Radnóti Miklóst is nem mondom, hogy felülmúltam, mert mindjárt megsértődik és nem születik meg ez a podcast, vagy videó, vagy mi. És ráadásul még a 7. kerületben is képviselőjelöltünk volt az elmúlt önkormányzati választáson. Tehát, hogy ez az alappont, mindjárt átérünk a hírekre is. Én gondolkodtam azon, hogy igazából az egész Orbán Balázs szitu, ez a hadseregnek egy ilyen toborzó kampánya igazából. Ez az irány a sereg toborzó kampánynak a része. Ez az egész tudsz. Mert ugye a katonaságról mindig is mondták azt, hogy igazából az egy, nem is egy veszélyes munkakör, meg karrier tőle, úgyse lesz háború, meg stb. És most, hogy vannak ilyen veszélykeltések, most igazából így azt üzente ezáltal Orbán Balázs a még nem katona származású állampolgároknak ebben az országban, hogy gyertek nyugodtan katonának, mert hogy úgyse kell majd harcolni, mert ők most kifejlesztették szerintem ezt a preventív hadviselés műfaját. Igen, ez az ortodox had... Tehát szerintem a Matolcsi... Az üzenet átment, hogyha ez valóban így történt. Szerintem a Matolcsi már tudja, hogy amikor majd leköszön a Nemzeti Bankból, akkor megy majd hadügyi miniszternek, és ott is megcsinálja ezt az ortodox hadi politikát tőlött, hogy preventív hadviselés, még azelőtt megadjuk magunkat, mielőtt hadüzenet érne, tudod, minket. És akkor csak annyi lesz a kiképzés, hogy fel a kezekkel, meg hátra arc,
oroszul, és csak ennyit kell így az egészbe levezetni. Tehát szerintem ez egy, mindenki azt hiszi, hogy most ez egy jó, ilyen hiba, az meg stb. Jobbról, csak oroszul, ez belefér. De hogy ennek az az üzenete tényleg, hogy gyertek csak katonák, meg nem kell majd harcolni, mert tudod, a hátrafele nyilazás is egy, habár egy magas technikai színvonalat, vagy képzettséget, vagy hozzáértést igényelt, de azért, hogy egy őszinték vagyunk, azért nem a legvitéziesebb hadviselési forma, mondjuk a hátrafele nyilazás, és hogy ennek a hagyományait talán így ez az egész felakezekkel hadviselés. Egy kitűnő készült erről, egy kitűnő kép, mém, véletlenül a Facebook oldalon megtekinthető egyébként. És mi elkezdünk mémeket magyarázni, szöveges formában? Nem tudom, hogy bemutatkoztunk-e rendesen, ezt most megteszem még mielőtt reflektálnék a felvetésedre, azt hiszem így kell fogalmazni, de a Terdik iratkozatok felrólan vagyok. És Gallo, like and subscribe, Bence. Elnézést a késztelemért. Erről jut eszembe, hogy ezt megnézte valaha valaki. Hogy amúgy a műsornak én azért is akartam egyrészt a nyúlüreg címet is adni, mert a lábjegyzetek nyitása, zárójelek megkezdése és nyúlüregekbe beugrása az jellemző így a mi dinamikánkra. Hogy ezt megnézte valaha valaki, hogy az EP-s köztévé vita után hány mekkorával nőtt a feliratkozó száma a toroszkainak? Erről van a Kutyostatnak egy statisztikája? A Kutyapárt csatornájáról van statisztikája a Kutyostatnak, ami az egyetlen független elemzőintézet és közelmi kutatóintézet Magyarországon. És külföldön is. Független Kutyapárt közelmi. Magyarországon és külföldön az egyetlen független. Hát jó, szerényen akartam ezt így mondani, nem de kell, az univerzumban kell. Mondjuk ki, tehát az Androméda ködben sincs ehhez hasonlóan független. Na, szóval ne aggódj, most asszertív leszek. Ott vannak számaink, a Bruti mindig nagyon meddobja a YouTube feliratkozóinkat, tehát hogy ő már többször volt ugye a köztévében vitázni, vagy 5 percben kifejteni az álláspontunkat, és a Csirke volt még hasonlóan nagyon hatékony, tehát az sok ezer emberrel megúrik. Toroczkai Jászlót is mérjük, de azt nem mondhatjuk meg. Hogy hányan iratkoztak le. Igen. Mit szólnál egyébként ahhoz, hogy ezt tudnád így a pártvezetés felé, főleg a 12. kerületi önkormányzat friss és ropogós vezetésének továbbítani, hogy ezt az egész turulszorot úgy kéne megoldani. Itt nyúlöregek egész sorát látom megnyílni, tehát így ezzel vigyázz. Nem, én csak annyit szeretnék, annyi az ötlet, hogy szerintem a turulszobor helyére egy toroczkai szobrot kéne rakni. És akkor tudod, hogy mindenki jól járna, hogy akkor Nem hinném, hogy a hegyvidéki polgároknak a nagyobb része ne erre vágyott volna egész életében, hogy Toroszkai Lászlót nézze meg. Ja, akit zavar a Turul, ugye csak a Turul helyén. Az, hogy ne legyen ott a Turul, az csak miért ne? Hát szerintem ez, ha progresszió, legyen progresszió. Hát Turul helyett Toroszkai, ez szerintem én azt hiszem, hogy a mi az enk. Turulszkai. Igazi, kemény magjának. Ja, mert hogy akkor... És így sokat jelentene. Hogy ki, ez a dolog. Kinek hiányozna onnan az a turulszobor, egyedül a toroszkaiéknak, de hogy ott van egy toroszkai szobor, akkor már itt lehet ez egy jó dilemma, és belemennének. Szerintem írj egy e-mailt. Igen, kinek? kedo@hegyvidek.hu. Igen. Miért címre is majd előbb-utóbb biztos érkezik. Nem lesz ilyen ötletpályázat, mint a fővárosnál, hogy el lehet csengetni 500 milliót? De mi tuti, hogy lesz ilyen valamennyi pénzből hegyvidéken? Ha jól sejtem, sőt, nem jól sejtem, na, de tudom, hogy valamilyen formában lesz, ott benyújthatod ezt a... Na, és valamit lehet, hogy kikötés lesz, hogy legyél helyi ember lakcímkártyával, nem tudom, hogy ezt mennyire tudod megugrani, de érzékeny adatokra nem kérdeznék rá. És, viszont visszatérnék, még mielőtt még egy újabb nyúlüreget megnyitsz, a végtelen hosszú Wikipedia hivatkozások megnyitása, igen, rákeresel. Hogy Star Wars-ra is eljutsz végül is a kelták temetkezési szokásáig, igen. Hát, vagy valamilyen őskori neolitikumban mi volt, vagy igen, vagy a... Na, de hogy
mivel szovjet harci repülőgépek meghajtása a II. Világháború, tehát nagyon sokféle dolog, de én az Orbán Balást inkább úgy képzelném. Ja, most ott nem indultunk, igazad van, bocsánat. Hogy ott mit csinált, hogy olyasmi akar, olyan színben akar feltűnni. Merjünk oroszok lenni, ezt mondta az Orbán Balázs. Igen, tehát, hogy milyen sokan támadták szegény szocialistákat, hogy merjünk kicsik lenni, és most az Orbán Balázs kimondta, hogy merjünk oroszok lenni, gyerekek. Ez így benne van, csak hogy ugye a műsor cím az stratégiai, nem ügyosztály, valamilyen stratégiai. Na ők jó címet tudnak kitalálni a műsoruknak. Na az beszél egy jó cím. Tehát, hogy ő ebben a szerepben is helyezkedett, meg is van bízva egy ilyennel, hogy találjon ki egy ilyen hosszú távú stratégiát. Magyarországon legalábbis a miniszterelnök ezt mondta. Hosszú távút? Már igen, nagy stratégia egybe írva, ezt úgy hívják, tehát, hogy ilyen nemzet, tehát, hogy akkora... A Holdról is látszik akkora stratégia. Az akkora stratégia, írok, hogy a Siriusról is látszik. Az Árpádháznak nem volt akkora stratégiája, amekkorát meg akar iratni, elnézést a hangom, ilyen muszáj innom. Hát... Már pillanat. Szóval, hogy emiatt, hogy ő ezt így megkapta, ezt a feladatot, és nagyon sokat szerepelt a médiában, meg hát egy ügyes ember ilyen szempontból. Amúgy abszolút jön. Szerintem ő abba a tévedésbe esett, tehát ez egy másik merjünk kezdetű mondat, a merjünk G-Fodor Gáborok lenni. Tehát, hogy ő valami ilyesmibe keveredett bele, hogy ő nagyon bölcs, tehát, hogy a G-Fodor Gábor, most ezt majd belinkeljük, hogyha valaki nem ismeri a munkásságát. Tehát ezzel azt mondod, hogy mindössze mindenki... Ő egy viszonylag fontos gondolkodó, úgymond, igen, vagy ilyen igen, politikai, igen, meg ilyen ilyesmiken agyaló ember. Hát szerintem Orbán Balázs, meg G-Fodor Gábor is két olyan ember, akit egy ilyen O1G-s, paci szemüveges ember néz, akkor egyből mondja, hogy ez a hülye, ez az idiót, ez a barom, de hát mind a ketten nagyon készséges, nagyon jó képességű, nagyon olvasott és nagyon jól érvelni tudó embereket. Tehát, amikor leül az Orbán Balázs az Amnesty-vel, az Amnesty-s igazgatóval dumálni, akivel persze közben kiderül, hogy szaktársak voltak, meg így stb. Hát vele lemerik ültet, hogy... Akkor érted, hogy olyan érvelés ad elő... Lemerik ültetni az Amnesty-nek persze. És a G-Fodor Gábor is bemegy egy partizánba, és tudod így, más, mikor egy Gajdics Otto képviseli a nemzeti oldalt, meg más, amikor egy G-Fodor Gábor... Gajdics Otto sem volt annyira szögegyszerű, mint amennyire a saját térfelén tűnik, amikor beül egy műsorba, de igen, tehát hogy nyilván a G-Fodor Gábor egy értelmesebb volt ember. Viszont a G-Fodor Gábor megengedett magának, tehát hogy ő neki így belefér egy csomó minden olyat mondani, ami így kimutat abból, ami a klasszik Orbán média, vagy Orbán megmondó embereknek így a vonala, hanem ő ilyen Machiavelli-szerű nagy stratégiákban, meg mindenféle dolgokban gondolkodó figurát próbál így hozni. Az O1G-ben, inkább így mondanám, az O1G-ben természetesen gyagyás Tódinak tekintik a gumivacikból körülbelül a G-Fodor Gábort, ami feltehetően túlzás, de én nekem kicsit olyan volt az Orbán Balázs interjú, hogyha megnézed, amit ő így ott így magyarázott, függetlenül a botrány lett, ami egy 444.hu cím volt igazából, tehát hogy így azt igen, a... Ez nagyon fontos, az a 444.hu ezt így kurva jól keretezte ilyen szempontból, hogy mit mondott ő ott, hogy ott valójában amúgy tényleg azt mondta, amit a 444 belefoglalt a címbe, de szó szerint ez így nem hangzott el, de ez hát most... Ez az a címadás, aminek a... közvetett igazságtartama az megvan, tehát hogy így azt mondom, az a cím, hogy nem védeni meg a Orbán Balázs, tehát nem védekezni. Nem védekezne Orbán Balázs, ha megtehetné. Megnézd a címet, azt mondod, hogy tényleg... De megkeresett ez a laptopon, nem gondolod. Ez az idézetből. Mert az a cím vitte, tehát hogy az vitte a hátán az egész... Most fogunk vágni az valószínűleg. Az egész botrányt. Nem biztos, hogy most fogunk vágni. Akkor azt megtalálom. Ne nézzél, a podcast közben ne nézzél ilyen sportoltókat, hogy mit nem, veszel, csak közben temuzok egy kicsit, mert ezért fehér zászlót rendelek a Temuról, most éppen azt kell csinálnom. Neked fehér zászlókat dobál föl, nem tört fehér zászlót. Furcsa maszkokat, meg...
Amúgy nem. A Temu nagyon furcsa dolgokat tud ajánlani, úgyhogy alá van írva valami több más, mint amit a képen látsz. Nem olyan ez a műsor. És Szopó állathoz odaírja, hogy izi, lavor. Nem olyan ez a műsor egy kicsit, mint egy ilyen Temus DKTV? Nem gondolod? De, és ezt szerintem vállaljuk fel. De akkor kezdjük el a propagandát mi is, hogy most bezárjuk kicsit az Orbán Balázs zárójelet, és a zárójel csillag, lábjegyzet. És utána még nyitott el most nem fogom témát, megtalálni, amire szintén reflektettem volna, de hogy, szerencsére nem emlékszem, hogy ugye Toroszkai szobor meg 12. kerület, hogy már két napja a Kutyapárt vezeti a Hegyvidéket, és még semmit nem lopott egy forintot se senki. Ez lehetséges? Nem voltam ott, tehát hogy legjobb tudomásom szerint. Még nem loptak legjobb semmit. Legjobb tudomásom szerint még nem. Lehet, hogy már egy gém kapcsot hazavitt valaki. Takarítónő az ki lett rúgva, vagy megy a Gergőhöz takarítani, a kutyákat sétáltatja a takarítónő? Ezek ilyen bonyikért. Én dolgoztam ugye a Ferencvárosban, ahol 19-ben történt egy ilyen, hogy az addigi két ciklusos Fidesz vezetés után jött a Baranyi Krisztina. És ezek, ami ilyen abszolút fontos, hogy a takarít, ki takarít, tehát hogy így ezek... Csak mondd el a hallgatótok, mi ez a sztori, ez a takarítónus, mert lehet nem mindannyian tudják, hogy nem annyi az egész, hogy kiderült, hogy a Pokorni az önkormányzat alkalmazásában álló takarító nővel alkalmazza saját lakását. Magáncélra is az a néni takarít neki, ez biztos, tehát hogy ezt nem tagadta, vagy nem sikerült tagadnia, de hogy még... Tehát az egy ilyen bizonytalan, akkor mondjuk így bizonytalan dolog, csak hogy ne tudjanak beperelni, azért mondok ilyeneket. Bizonytalan dolog, hogy ez valójában az önkormányzati állásán belül, tehát hogy ugyanazért a bérért csinálta el, a Pokornék állítása az, hogy nem. És ráadásul, ha jól tudom, hát valószínű, akkor, ha jól tudom, várjál, ezt a csavart figyel. Ha jól tudom, akkor a Gergő úgy tudja, hogy ugyanazokat a takarítószereket vitte a néni magával. Tehát és az önkormányzati sofőr, tehát az önkormányzat által fizetett polgármester, tehát hogy nyilván sok mindenre használsz egy sofőrt, ha van, mint polgármester. De talán az, hogy elviszed a közpénzen foglalkoztatott sok visszavon ezt a mondatot, a közpénzen foglalkoztatott sofőrje az önkormányzatnak elviszi az önkormányzat által közpénzen foglalkoztatott takarító nőjét az önkormányzatnak, a polgármester magán ingatlanára takarítani, és ráadásul úgy, hogy a takarítószerek is a önkormányzat által központból, közpénzből fizetett cuccok, az nem annyira szép, mondjuk így. Én nem ismerem a takarítónőt, tehát hogy ez egy nem tudom milyen, tehát hogy tök sokféle ember van, nem biztos, hogy ő ezt így tudja, hogy ez most ezt a részét nem vágom, bevallom. Hát figyelj, ez... Ja, tehát, de... Hogy, akkor ezek szerint biztos, hogy volt terménybeszolgáltatás is a Hegyvidéken, meg tizedet fizetett a városmajori templom a Pokorninak, meg Prima Nocta volt, meg ilyenek, tehát hogy ezek így beilleszkednek ebbe a képbe, hogy így épülnek a Hegyvidéken is alatti fundiumok. Hogy ezzel a képzavarra nőjek. Ruszkik, oroszok, mert ezt már sokszor elmondtam, elmondom megint. Nagyon rövid technikai cucc, már nem technikai, hanem hogy így szeretnénk közölni, hogy hol vagyunk jelen pillanatban. Még nem tudom, még mindig, hogy a műsor miről fog szólni, arról biztos fog szólni, hogy teret ad. Ez most történik. Arról biztos, hogy fog szólni, hogy teret ad az én egy mondatos kontextus teljes mértékben nélkülöző, vagy nyomokban tartalmazó egysoros bölcsességeinek, mint például ami a vegánságról jut eszembe, hogy az állat nem ember, de ő is valaki. Hát kicsit olyan, mint a... De most már akkor belemegyünk a vegán vitába, tehát azonnal utána zárjuk el és térjünk vissza, amiben félbeszakítottalak, mert elkezdtél valamit mondani a fővárosra. Egy másik hasonló de egy mondatos, mondatos, egy csak azt akartam erre mondani, hogy ez olyan, mint az állatoknak nincs lelkük, mondjuk így a számos keresztény irányzat szerint, valamelyik szerint persze de hogy érted, mit mondok azzal, hogy valakik, tehát az állat az nem valami, hanem valaki. Hogy lesz a parkolás 12. kerületben, közben az elszésült eszembe? Nem veszek komolyan. Te Eddig Roland. Én azt hittem, hogy erre ráugra Ismerd el, hogy te vagy a kutyapárc G. Fodor Gábora, vagy Orbán Balázsa, választhatsz. Én mindent elismerek.
ha nem kérdeztek a hegyvidéki parkolásról. Nem, mert hogy igazából azt mondta, hogy dolgoznod kell, meg kéne írnod egy e-mailt a köztévének. Igazából? Mondom. Biztos, hogy igazából mondtam? Hát én elhiszem. Én azt mondom, hogy én még naív vagyok, és elhiszek a politikusoknak mindent. Ha egy égerrel a kezükben mondják, akkor meg pláne hajlamos vagyok elhívni. De valóban, kedves hallgatóink, gondba kerültünk. Na, hogy ez ilyen színfalak mögötti rész, hogy belátnak egy párt sajtó főnökének a munkájába, meg abba, hogy köztévé és párt hogyan kommunikál egymással. Hát így van, egy a köztévét is igazából így közpénzből tartjuk fent, tehát úgy mondva adóforintokból, és a kutyapártnak egy, amiből létezik ebben a formában, ahogy manapság létezik, abban is van közpénz, tehát itt két olyan szereplő tárgyal egymással, ezt nem közpénzből vettük, amit van az asztalon. Ezt a saját izzadságunkból megkeresett pénzzel vásároltuk, amit van az asztalon. Nem, nem, én legalábbis, igen. A ló egy kicsit gyanús. Amelyet a csacsi, azt mondod? Szóval az történt, hogy írt nekünk az M1 ma reggel című műsora. Ez nem sokkal azután történt, hogy ahogy mielőtt még Orbán Balázs mindent visszavonok, természetesen összeveskűs elmélet van, tehát gumicsontot dobott Orbán Balázs, hogy elterelje Magyar Péter reggeli köztévés és közrádiós interjújára a figyelmet, de minden esetre nem sokkal utána küldték, hogy ez megtörtént. Mert ugye, hogy kronológiában ugye az történt, hogy előző nap volt a Fogel Evelin, a Magyar Péter volt barátnője az Indexnek, ami egy megkérdőjelezhető minőségű független. De Hajdú Péter most nem ért rá, vagy ez miért az Index nem volt szerinted? Ne, hát most az már végképp az a nyúlüreg a négyzeten című sztori lenne, ha belemennénk. De valami az Indexen jött ez ki. Igen. És amit egyébként maga Magyar Péter írt fölül, ha így ilyen hírérték skálán nézzük, bemegy a köztévébe másnap, nem véletlenül hívták meg, és akkor ott szétoltott a műsorvezető asszonyt. Jó, a rádiósat nem hallottam, ott nem tudom, kitoltott szét. Szerinted fasza volt a főnibe volt a... Hát figyelj, amikor nekünk volt a csirkénk, akkor a Juhász Péter ugyanezt csinálta, csak sokkal kisebb hatásfokkal. Tehát akkor még ő az együtt, 18-ban ő az együtt színeiben ment, és többen is megtették más pártoktól, és ezt próbálták csinálni, hogy amit amúgy nem hall a néző az M1-en, azt ők így elmondják 5 percben, és leszarják, hogy mit kérdeznek tőlük. Ilyen hasonlót próbált meg, csak ahogy a Magyar Péternél egy csomó minden működik, ami nem működött. Gyurcsány Ferencnél? Nem volt meg ugyanaz a képzés, ami... Vagy Kunhalmi Ágnesnél, az meg a Magyar Péternél valamiért jobban működik. Tehát, hogy abszolút rendben volt. Tehát, hogy nem tudjuk meg, hogy mi történt volna, hanem jön Orbán Balázs, a már megtárgyalt Merjünk G. Fodor Gáborok lenni sztorival. Na, szóval. Tehát jött is, tehát, hogy mi is kaptunk. Amúgy korábban ezt ilyen hazudoztak erről, tehát én magam is írtam több választ a sajtónak abban a tekintetben, hogy az M1 hányszor hívott meg minket. Ezt most nem tudom előkeresni, de hogy ilyen 10-szeresét állították annak, ami valójában megtörtént. Ja, mint az ATV meg a Magyar. Igen, tehát hogy feketességűek voltunk azért az MTVA-ban valamiért. Ez nem teljesen érthető, hogy miért, de azok voltunk. Most viszont meghívtak, tehát hogy most mi történik, az gyakorlatilag beleszámít majd egy statisztikába, amit az M1 MTV-jel fog összeszedni, hogy hányszor hívták meg a kutyapártot, és hányszor nem ment el egy ilyen műsorba, és igazából az benne a vicces, hogy ezt én sajtósként kaptam ezt a e-mailt, és úgy kezdődik az e-mail, hogy tisztelt Baranyi Krisztina felkiáltójára. Na most az van, hogy más nem kapta meg rajtam kívül. Tehát, hogy valamiért engem Baranyai Krisztina... A kutyapártnak küldték a Baranyai Krisztina. Hát a kutyapárt sajtósának, aki én vagyok, valóban én dolgoztam korábban Baranyai Krisztinának, de most épp nem teszem. Minden esetre, ha másra számítottak a Baranyai Krisztina rajongói, mint rám, akkor most be kell érniük ezzel. Hát. Szóval, igen, és akkor vissza kéne írni nekik, hogy... Ja, hát, hogy holnapra konkrétan, tehát most itt ülünk, és ők meghívták a Krisztát, akiről lehet tudni, tehát, hogy ez nem egy túl bonyolult sztori, hogy ő nem megy el semmiféle ember, tehát, hogy nincs ilyen, hogy bemegy, és akkor elmagyarázza, amit 5 percben, amit... Ja, ja, ja.
amúgy nem kap rá lehetőséget, tehát hogy nincs propagandistákhoz nem megy el. Egyébként nála a érdekesség, amit kevesen tettek meg így magyar politikusok közül, hogy az Indexhez sem megy, de róluk már beszéltünk az előbb. És hát, hogy más esetben pedig akkor a Kovács Gergőt, vagy a Döme Zsuzsanna, vagy Szuzit, aki közben ugye a Krisztának a polgármestere volt, és most is az lesz. Kettőjüket, ha Kriszta nem megy. Na most Kovács Gergely nagyon sokat dolgozott azon, hogy fel tudjon időben kelni, és kivitelezni azt, hogy mindenhová odaérjen. Úgyhogy én alapvetően egy ilyen válaszra gondoltam, ami ezt így magában foglalja, hogy Baranyi Krisztina nem megy alapvetően sem, tehát hogy annyira ellenzéki, hogy ő nem megy propaganda tévébe nyilatkozni. Kovács Gergely holnap lesz az alakuló ülése a Hegyvidéki Önkormányzatnak konkrétan, amikor ők be akarják hívni nagyon korán reggelre, és hogy a 9-kor ott lesz a Kovács Gergely, azt én nagyon-nagyon szomorú lennék, ha ez amiatt nem történne meg, hogy ő megpróbál eljutni az M1-be, majd onnan vissza az alakuló ülésre. Hát de meg lehet mondani az MTV-nek aztán... Tehát, hogy én ezt írnám bele az e-mailben, a Suzi pedig szerintem nem szeretne egy ilyenbe bemenni, és erre kéne válaszolni. Olyan verziót is lehet írni, hogy kit küldenénk be, tehát mert hogy ilyenkor lehetne persze, tehát hogyha én most visszaírnék az illetőnek, ami már kicsit késő időpont lenne, és visszaírnám, hogy a béke dinoszauruszunk be lehetne küldeni, menj be, aki alatt Baranyi Krisztina rejtőzik, tehát a jelmezben Baranyi Krisztina van, higgyék el. Csacsit is beküldtek. Lehet, hogy akkor belemennek, de hogy így nincs túl sok lehetőség. Kezdjük el írni. Kedves... Várjál. Köztévé. Tisztelt vagy kedves? Kedvesen tisztelt. Engem. Köszönjük. Telefonáljanak a 0637776777 számra. A hallgatók, hogy tudjanak tippet adni. Várjuk a betelefonálókat. Nem volt időm sajnos megnézni egy vicces telefonszámot, tehát nem az fog történni, hogy felveszi valaki a hallgatók, nézők közül a telefont, és felhívja ezt a számot, és akkor felveszi, hogy halló, itt nemi beteg gondozó, vagy valamilyen hülyeség, hanem nem tudom, hogy ki fogja fölvenni. De hívják ezt a számot, hogy szeretnének beleszólni most a műsor tartalmába. Nem írsz nekik egy olyat, igen, hogy... Igen, kedvesen tisztelt MTV-vel, hogy eddig ennyink van. Te is biztos kaptál a Messengeren ilyen kamu profiloktól, tudod, ilyen automatikus gépától megírt üzeneteket. Kérsz, hogy ChatGPT-től egy ilyen választ? Várjál. ChatGPT, de tudod, hogy mire gondolok, várjál, hogy... De, szerintem legyen a ChatGPT. Én állítólag... Minket is helyettesíteni fog nem sokára. Tudod, ezek a szexprofilok, amiket írnak. Ja, tisztelt, kedvesen tisztelt MTV. I am hörni very much like you. Balú Bence szexprofilja. Sex very much to like you. Nem csak írva ez az üzenet. Válaszol, hogy melyik szexprofil menjen be. Itt van. Szia drágám, két rózsás emoji. Nyaraljunk, vesző. Egyedülálló vagyok és szeretem a szexet. Erős és kemény férfit keresek. Kattints ide a videó megtekintéséhez, és menj el a személyes számomat. Szívecske emoji, paradizsán emoji, vízcsepp emoji, szívecske emoji, volt új a, emoji. Én nem rossz a szex vonal, de annál van az a vonal, amikor már magyarul küldenek botok, és tudja, hogy te is kaptál, én biztos, hogy kaptam. Ez magyarul volt? Nem, az a brit médiától jelentkezem is. Sokkal többet kereshet, mint eddig. Nem? Az nincs meg. Én mostanában ilyen... Vagy jó. Hát ugyanaz, mint a többi, csak az van beleírva, hogy, tehát, hogy nincs semmi szex benne, ilyesmi, hanem munka lehetőséget. Azt nem olvasom el soha. Megnéztük az ön portfólióját, és hogy eddig mit csinál. Drága barátom, Johanna vagyok az osztrák HR részlektől. Az. Itt van, na, és ezt mostanában kapom. Ez van angolban, tehát hogy ez van ilyen, ez tényleg generált, tehát hogy ez... És érdekes egyébként, hogy én azóta kapok ilyen SMS-eket. Ezt szeretnénk válaszolni a kutyapárt. Most már nem várjuk be
a bejelentkezőket, tehát nem kérünk több hívást, izzott az előző vonal, amit megadtunk telefonszámot. És amúgy én azóta kapok ilyen SMS-eket, mióta az előválasztásos listára feliratkoztam, és tudod, van egy szám, amiről kapok szezonközi leárazás, téri leárazás, stb. És sokat dolgoztunk közösen a mai nap sikeréért, már csak egy lépés van hátra, hidd el rajtad, és múlik, mondj igent, Olá Lajosra. És aztán akkor, akkor hagyták abba, amikor visszaírtam nekik. 2022. augusztus 29. Szeretettel vár a DK az Almási téren szeptember 3-án 15 órától. Egészségügyi szűrővizsgálatok, interaktív mesejáték, arcfestés és még sok meglepetés. És erre azt írtam vissza, hogy én is tartogatok egy meglepetést. Fenyegetően. Ponta, és azóta nem írnak. Jó, de térjünk vissza a MTVA-ról, aki nagyon várják, hogy megkapják a választ, úgyhogy hát átküldted ezt a szöveget nekem? Érdekelne a szexpartit rendeznénk? Nem, készítsük el, hogy találkozhassunk. Szerintem ez az állásajánlata az MTVA-soknak. Az legyen az? Persze. Jó. Az állásajánlat. Lehet, hogy átírom valami drága barátom, ér, hogy nem tudom. Az önéletre az volt nagyon lenyűgöző, ezért szeretnénk meghívni a csatlakozó cégünkhöz, mint online részmunkaidős munkatárs. Kosztarikai. Napi 10-20 perc munkával. Valami kosztarikai közmédia várja önöket. Mondjam és írod, vagy mi? Csak küld át a szöveget. Ja, átküldöm. Köszönöm, Bence! Megkaptam, már vissza. Várjuk csendben, hogy válaszolnak el 5 percig. Visszaírok először, hogy kedves Bence. Jó, te írjad, addig én monologizálok. Kedves Bence. De milyen Bence? Köszönöm válaszolat. Ne nekem írt, hanem a jó, de neked is kell írnom, hogy rendes embernek tűnjek a munkahelyemen, nem? Tehát, hogy ilyen kollegiális viszonyban. A köztévének küldjed. Köszönöm válaszod. Ja, és akkor igen, tehát, hogy letegezlek, akkor még ilyen, az ilyen barátkozós, nem? A lényeg, hogy azt üzenjük. Meg is ír. Nézd meg, nem mondd, hogy nem írtam meg. Elhiszem. Ki van a kapcsolat az értesítések a telefonomról? A lényeg az, hogy üzenjük minden SFB hátterű hallgatónknak, hogy ruszkik, gyertek haza. Jó. Mert az lehet, mielőtt még belemerülnél, az osztrák HR, vagy valaki más szeretné ezt küldeni? Hát most szerintem így adnák egy osztrák szabadságpártos pozíciót a köztévénél, szerintem most az egy nem lennének valahol, nem? És várjuk csendben, míg válaszolnak. Addig megy az adás? Éjség sztrájka a mikrofon előtt, amíg nem válaszol a köztévé? Ők nem a válaszolós típus. Na, Mandiner lapszemle, amíg írod? Na, nézzük. Demeter Szilárd, engedek a csábításnak és összevetem a két leginkább használt tárgyamat, az okostelefont és a könyvet. Most csak ilyen szalag címeket olvasok fel, jó? Pofon az osztrákoknak, siker Magyarországnak, nagy bejelentést tett Lázár János. Hosszú távú stratégiai döntés hozott a kormány. Ezek annyira hosszú távon és annyira stratégiaian gondolkoznak, állandóan stratégiai gondolnak. Ja, ez már az hajzéja. Egy közben lapszám nézve Mandinert. Ez akkora stratégia. De akkor tényleg. Megvették a gyesebb. Én ekkora stratégia. De most gondolj bele. Tehát, de mekkora stratégia? Na. Azt hiszed, hogy viccelek. Stratégiákat. Te úgy rendesen egyszer gondolj bele, hogy mekkora stratégia. Tehát nem az, hogy most szerényen nagy stratégiának hívják, de hogy úgy igazán, hogy belegondolsz, mélyen tudod. Képzeld el, hogy leülsz, hogy egyszer rizikózni. Ez igazából nem nagy, hanem írdatlan nagy. Tehát, hogy ez egy gigászi stratégia. Képzeld el, hogy tehát, hogy ez a... Nem bírja az agyam befogadni. Képzeld el, hogy egyszer le kell ülnöd Heroes 3-azni, vagy rizikózni Géphodor Gáborral, meg Orbán Balázsra. Vagy Tropico Orbán Balázsra. Mekkora? Vagy honfollalózni, azt is kemény. Mekkora is komoly, amikor majd nem jön be, akkor... Az biztos, hogy a legtöbb párt... Jó, akkor menjünk, nézzünk egy másik mentési pontot. Az biztos, hogy a legtöbb párt az operatív vagy taktikai stratégiákban gondolkodik. A Fidesz az csak is stratégiailag, stratégiai stratégiákban merül el. Mielőtt félreérteni bárki, viccet csináltam belőle, természetesen én komolyan veszem a hazánk nagy stratégiákat. Mert az lehet, hogy a ruszkik hazamentek, de a bennünk élő ruszkik azok itt maradtak. Ez a helyzet. Na várj, ez a nagy Puzsér helyzet. Robert, ez ezt mondom, ez a műsor
nem tudjuk, hogy miről fog szólni, arról biztos fog szólni, hogy teret enged az én egysoros, leegyszerűsített megfejtéseimnek és bölcseteimnek. Ja, és ez volt az egyik ilyen, és ez fog történni, ezeket fogom csinálni. Ez még dolgozni kell, profik vagyunk. Az a baj, hogy a ruszkik, az lehet, hogy a ruszkik hazamentek, de a bennünk élő ruszkik azok itt maradtak, ez a helyzet. Mert az tök jó volt, hogy elhagyták az oroszok az országot 89-ben. Akkor már én is tudok ilyeneket mondani. Mert az lehet, hogy az oroszok elmentek, vagy ez tök jó, hogy az oroszok elmentek az országból 89-ben, csak az volt a baj, hogy a magyarok itt maradtak. Tehát, hogy akkor lett volna ez egy jó ország, hogy mentek volna a magyarok is velük. Szeretnék elhatárolódni, nem én mondtam. Egy határkerítést épít. Még azt sem mondom, hogy én is mondhattam volna. Egy lefóliázott határkerítést építenél körém, mondjuk, nem? Körbebástyáznál menekült táborokkal legszívesebben? Helya, egy kerítés az amúgy na, Roland, mindig jó. Két rovatunk van még hátra, aztán tényleg menjünk. A kerítés az egy nagy találmány, az emberiségnek akkora, mint a kerék, tehát persze. Jós rovat. Mit jósolsz a jövő hétre? Szar lesz az idő. Igen, de politikai jósokat kérek. Politikai jósokat kérek. Hány kilóval fog felfenyomni Orbán Viktor jövő héten a videóban? A politikusoknak is van migrénje, meg rossz kedvük, meg a vérnyomásukat így befolyásolja az időjárát. Tehát, hogy nem... Te egy ilyen migréns párti politikus vagy? Migréns párti politikusok, igen. Jó, tehát nem akarsz jósolni, hogy hány kilóval fog felfanyomni Orbán Viktor jövő héttel. Egy csomó önkormányzat jövő hétig, tehát a fővárosi is. Behívjuk-e a tatárokat az országba, megadjuk-e magunkat a törököknek? Karácsony Gergely még erről nem tárgyalt a kutyapárt, hogy a tatárokat behívja a fővárosba. Karácsony Gergelyről nem is beszéljük. Ezzel félig visszacsatok arra, hogy kihagytuk ezt a témát. A Karácsony Gerit? Hát de visszatérhetünk rá majd akkor, hogyha amikor már behívta a tatárokat. Amikor a Karácsony Gergelyről beszélünk, akkor szerintem unikumot ígyunk, és ne Jégert, mert ugye ő is elmondta, hogy az megvan nem, hogy hogyan tudtál te a Gyurcsánnyal ledílelni, és mondta, hogy hát kellett hozzá egy unikum. És ez 2014-ben, hát ez 10 éve volt. Ja. Tehát, hogy... Az unikum évfordulója egyébként, tehát hogy jubileum. Igen, ezt nem tudtam. Az 14, sajnos én erről csináltam annak idején egy videót. Link a leírásban. Csak felittávol, tartsuk távol címmel. És az, én azt hiszem, hogy az 14 január, az talán... Tehát az 10 éves, az unikum, amit megívott a Karácsony Gergely. A magyar történelem egy újabb nagy pillanatát éljük át ezzel az jubileummal. Szeretnél a karácsonyról beszélni? Elnézést, kedves nézőink, hogyha egymás szavába vágunk, én is egymás szavába vágok. A saját szavamba is belevágok néha az a baj. Pontosan. Szeretnél a Karácsony Gergelyről beszélni? Nem. Nem? Semmi. Nem. Tehát, hogy ez a kérdés ez nem hangzik jól, úgyhogy nem. Nem. Határozottan... Pedig az kemény volt. Visszautasítom a kérdést. Jövő hét, tehát hogy a legközelebbi alkalommal beszéltünk. Addigra megalakul a közgyűlés is, van is miről beszélni, átvesszük a hatalmat. A hegyvidéken már átvettük, de holnap így rendesen át lesz véve. Szaros pisták, lófasz jóskáknak helye nincs. És hát természetesen a fővárosban is, ha beülünk, akkor másnap Rogán Antal a magángépén menekül Magyarországról. Mondtam bármi meglepőt? Várjál, szép... Búcsúzunk-e szépen, tehát hogy ne valami cinikus szar legyen ugye első adásnak a vége. Én bízom benned, Bence, te még fiatalabb vagy. Egy egymondatos bölcsességgel búcsúzzunk valamivel? Hát valamilyen. Mit csináljatok ilyen szar időben? Rossz időben, bocsánat, mert túl sokszor mondtam a űrvék másik megnevezésére használatos kifejezést. A szart. Nincs mit csinálni. Maradjatok otthon, nézzetek tévét, igyatok bort, egyetek. Törődjetek egymással, szívjatok füvet, ha valakinek van olyan kedve. Lesz még oszló, hajdúszob oszló. Nem csak ennél, ezzel búcsúznék. Köszönjük szépen. Lesz még Magyarország Erdélyé. Lesz még
Oszló, Hajdúszoboszló. És lesz még Magyarországot, az már volt ilyen kutyapártos volna, ez nem rossz. Lesz még Magyarország Erdélye, tudod? Lesz még Oszló, Hajdúszoboszló, és lesz még Babilon Bábolna. Kopenhága pedig Kappenhágú. Így van. Köszönjük szépen a figyelmet, tehát iratkozzatok fel, Roland vagyok, és voltam ebben az adásban, Galló, Like and Subscribe Bencével. Biztos jó volt, ha szar, akkor úgyis megírjátok, kommenteljetek, mi is csak ennyit csináltunk ebben az adásban. És éljen, csá! Éljen az ifjú párt! Milyen a párt? Éljen az ifjú párt!